A keltetés megkezdése előtt az üres berendezéseket a kocsikkal, tárcákkal együtt fertőtleníteni kell. A gépet fel kell fűteni. A levegő páratartalma ekkor 70%. A gázos fertőtlenítés 20 percig tart. A tenyésztojásokat a hűtőből 10 órával előbb a 21-25 Celsius fokos előkeltetőbe kell vinni. Az előmelegítés célja a tárolási és a keltetési hőmérséklet közötti különbség csökkentése, a csíra hirtelen fölmelegedésének elkerülése, az embrió egyenletes fejlődésének elősegítése. A Peterzim típusú gépbe 4 keltetőkocsi fér, összesen 21.600 darab tojással. A gép működése teljesen automatikus. Természetesen előre be kell programozni az előkeltető légterének páratartalmát, hőmérsékletét, a tojások forgatásának idejét, valamint a légcserét vezető berendezést. A gép jelzőtáblája mutatja, hogy a tojás hány napja és hány órája van a gépben. Ha a vészjelző bekapcsol, a következő hibák fordulhatnak elő. Elektromos hiba, magas hőmérséklet, alacsony hőmérséklet, a ventilátor hibája, magas páratartalom, alacsony páratartalom, vagy esetleg a tojásokat forgató berendezés hibája. Az előkeltetőben 18,5 napig van a tojás. A terméketlen tojásokat bújtatás előtt külön kell válogatni. A tojások bújtatóba való átrakását minél gyorsabban kell elvégezni, hogy a tojások ne hűljenek le. A terem hőmérséklete 24-25 Celsius fokos legyen. Átrakás után, amikor a gép hőmérséklete és páratartalma elérte a kívánt szintet, a tojásokat a gépben gázosítani kell. Gázosításnál 1 légköbméterre 35 köbcentiméter formaldehidet és 20 g kálium-hipermanganátot használunk. A gázosítás ideje 20 perc. Ezt az időt gondosan be kell tartani, mert ha ennél rövidebb ideig tart a gázosítás, a baktériumok nem pusztulnak el, ha tovább, akkor az embrió károsul vagy elpusztul. A bújtatóterem hőmérséklete 25 Celsius fok legyen a bújtatás megkezdődéséig. Bújáskor 22-23 Celsius fok is elegendő. A relatív páratartalom a 18 és feledik naptól a 20. napig 80%, bújáskor 60% is elegendő.
A dobozokat előre el kell készíteni, papírforgáccsal bélelni, meleg helyen állványokon tárolni, hogy a csibék dobozba kerüléskor ne fázzanak meg. A leszedést akkor szabad megkezdeni, amikor a csibék 80%-a teljesen felszárad. Az ivarszemölcs alapján különítjük el az egyes ivarokat. A szexáló helyiség hőmérséklete 24-26 Celsius fok. A tojóhibridek kakasainak fölnevelése nem gazdaságos, ezért azokat lefojtjuk, és az állatok takarmányozására használjuk fel. Az életképtelen, nyomorék vagy túl kis testű egyedeket ki kell emelni és megsemmisíteni. A minősítők egy dobozba 102 darab kifogástalan napos csibét helyeznek. A csibéket marekféle betegség elleni vakcinával kell ellátni.